A nagy cégek és kiadók az idei E3-on demonstrálták igazán erőteljesen, hogy mennyire rákapcsoltak a havidíjas szolgáltatásokra, és úgy tűnik, ebben látják a játékipar jövőjét. A Microsoft PC-n is elérhetővé tette az Xbox Game Pass-t, a Ubisoft bejelentette a Uplay Plus-t, amely a Google Stadia-n keresztül is elérhető lesz, a Bethesda Orion néven a streaming szolgáltatásokat elősegítő rendszert leplezett le, a Square Enix pedig jelezte, hogy szívesen összeállítana egy digitális könyvtárat klasszikus játékaiból. A játékosokban valószínűleg rengeteg kérdés felmerült ezzel a témával kapcsolatban. Miért hajtottak rá a vállalatok ilyen lelkesen erre az új üzleti modellre? Vajon ez a felhasználóknak is az előnyére fog válni? És egyébként is milyen lehetőségeink vannak, illetve fognak a rendelkezésünkre állni? Ebben a videóban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és talán határozott válaszokkal nem minden esetben tudunk szolgálni, de reméljük jobban képbe kerültök az előfizetői szolgáltatásokkal kapcsolatban. Első hallásra talán furcsa lehet, hogy a nagy játékkiadók és platform tulajdonosok havi 10-15 euróért cserébe hajlandóak több száz játékot korlátlanul elérhetővé tenni, hisz azt gondolhatnánk, hogy ha ugyanezeket a játékokat darabonként és teljes áron adnák el, akkor sokkal jobban járnának. Ám nem ilyen egyszerű a helyzet. A folyamatosan biztosított bevételek ugyanis komolyan megdobják egy-egy vállalat tőzsdei értékét, a befektetők ugyanis szeretik a kiszámíthatóságot. Ugyanez az oka annak, hogy az utóbbi években népszerűvé váltak az élő szolgáltatások. Játékmodellek, a mikrotranszakciók és a DLC-k, hisz ezek folyamatos csordogáló pénzösszegeket jelentenek, míg maguknak a játékoknak az eladását csak a megjelenést követő napokban és hetekben lehet úgy, ahogy kiszámítani. A felhős technológiák, mint például a Google Stadia vagy az xCloud iránti érdeklődés is részben emiatt nőtt meg, hisz ehhez egyrészt tökéletesen illik a havidíjas modell, másrészt, ha sikerül őket tényleg hatékonyan megvalósítani, akkor készüléktől függetlenül is elérhetővé fogja tenni a játékokat, ami pedig még nagyobb közönség, így pedig még több potenciális előfizetőt jelent. És még emellett is vannak előnyei ennek a módszernek. Mivel az előfizetésedért cserébe egy rakás játékhoz hozzáférsz, szinte biztos, hogy találsz magadnak valamit, ami tetszik, és amitől úgy érzed, megéri pénzt fordítani a szolgáltatásra. Magyarul jóval kisebb az esélye, hogy csalódni fogsz, mint egy drága 60 eurós játék megvételével, aminél akár úgy is érezheted, hogy nem érte meg az árát. Ebből egyenesen következik, hogy valószínűleg nem fogsz lemondani az előfizetésről, ami folyamatosan vonja le a bank számládról a pénzt, idővel pedig talán még nagyobb bevételt is összehoz a cégnek, mintha csak pár havonta vennél magadnak egy-egy játékot. De persze a stúdiók is jól járhatnak, hisz ha nem kell teljes áron eladniuk egy programot, akkor másmilyen módszerekkel is nekiállhatnak a fejlesztésnek, gondolunk itt például az epizódikus címekre, illetve a szolgáltatáson keresztül pontosabb adatokat gyűjthetnek a felhasználóktól, így pedig hatékonyabban frissíthetik játékaikat. Habár sokan arról beszélnek, hogy az előfizetéses modellek jelentik a videójátékok jövőjét, azért a módszernek van egy-két árnyoldala is, amelyek könnyen kedvét szeghetik a potenciális fogyasztóknak. De persze a megfelelő körülmények között előnyösek is lehetnek. Az nagyon jól hangzik, hogy kevés pénzért sok játékhoz lehet hozzáférni, ám kérdéses, hogy ezekre mennyi időt tud fordítani a játékos. Ez különösen az élő szolgáltatásos játékoknál lehet probléma, mint amilyen a The Division 2 és a Destiny 2. Ezeket ugyanis nagyon sokáig lehet űzni, méghozzá annyira, hogy hosszú távon akár többbe kerülhetnek havidíja, mintha egyszer megvennénk őket. Arról nem is beszélve, hogy a mentéseinket is a szerver tárolja, amihez nem férhetünk hozzá, ha lemondjuk az előfizetést. Az is gondot jelenthet, hogy mivel sok cég készít saját szolgáltatást, idővel nem egy havidíjat kell majd fizetnünk, ha mindent el akarunk érni, ami érdekel minket, ez pedig összeadódva már elég komoly kiadást jelenthet. Arra sincs semmi garancia, hogy idővel ne emelnék meg a díjakat, ahogy azt a Netflix is megtette párszor. Digitális forgalmazott játékokkal kapcsolatban már korábban felmerült, hogy a felhasználó nem is igazán van birtokában a megvásárolt termékeinek. Ha például a Steam elérhetetlenné válna, akkor nem tudnánk sehogy sem hozzáférni az ottani gyűjteményünkhöz. Ez az előfizetéses megoldásokra hatványozottan érvényes, mivel ezeknél már csak kölcsönözzük a játékokat, a felhős technológiával kiközvetített címek pedig már egyáltalán nem is léteznek a gépünk adattároló egységén. Arról nem is szólva, hogy például a Game Pass és az EA Access kínálata is folyamatosan változik, ki és bekerülnek játékok, amire a felhasználónak semmilyen ráhatása nincsen. Ami viszont a pozitívumokat illeti, az előfizetés remek megoldás lehet arra, hogy kipróbálunk olyan játékokat, melyekben nem vagyunk biztosak, hogy megérnének nekünk 60 eurót, avagy egyfajta demo gyűjteményként is lehet rájuk tekinteni. Ha valaki tényleg sokat játszik és például tudja magáról, hogy biztosan szereti bizonyos cégek játékait, például a Ubisoft Open World kalandozásait, akkor az árérték arányt nézve nagyon jó üzletet köthet. Plusz a digitális könyvtárak
kialakítása a klasszikus címek megőrzése és elérhetősége szempontjából is fontos lehet, hisz egy havidíjas modellel talán még a cégek számára is megérni, hogy egyáltalán foglalkozzanak a témával. Hogy tényleg el tudjátok dönteni, szükségetek van-e valamelyik előfizetéses szolgáltatásra, felsoroljuk a már megjelent, illetve a következő hónapok során megjelenő havidíjas előfizetéssel elérhető játékkönyvtárakat. Ez persze nem az összes ilyen szolgáltatás, de itt most azokra koncentrálunk, amelyekről már kellő mennyiségű információ áll rendelkezésre. A Microsoft szolgáltatása az egyik legjobbnak számít, mivel több mint 100 változatos műfajokat képviselő játékhoz biztosít hozzáférést, ráadásul elég jó áron. A konzolos és PC-s változat egyaránt havonta 3000 forintba kerül, igaz, utóbbi még nincs annyi játék, viszont az első hónapra most csak 300 forint az asztali gépes verzió és az Ultimate csomag is, ami szinte már ingyen van. Utóbbi a PC-s és a konzolos előfizetést is tartalmazza, plusz az Xbox Live Goldot is, ami ugye Xboxon szükséges a játékok multiplayer részéhez. A szolgáltatás olyan remek indie alkotások mellett, mint a Hollow Knight vagy az Ori and the Blind Forest minőségi AAA címekhez is hozzáférés biztosít, így a Metro Exodus, a Forza Horizon 4 és a Wolfenstein 2 elérhető vele, de ami igazán csábító lehet benne, hogy megjelenéskor azonnal bekerül a kínálatba jó pár nagy cím és a belsős fejlesztések is a Gears 5-től a The Outer Worlds-ig. Az Electronic Arts PC-s szolgáltatása, az Origin Access már régóta létezik, azonban az Xbox Game Pass megjelenésével már nem tűnik olyan előnyösnek. A kiadó ugyanis kétfajta csomagot kínál, és bizonyos tartalmakat csak a drágábbikkal, a 15 eurós premierrel tesz elérhetővé. Például a DLC-ket, a cég újabb játékait, így az Anthemet vagy a FIFA 19-et, illetve a korlátlan korai hozzáférést is csak ez teszi lehetővé. A 4 eurós alapcsomag, a Basic, csak 10 órát enged játszani megjelenés előtt álló játékokkal. Az Xbox One-os változat, az EA Access egy havi 990 forintos, vagy éves 5500 forintos csomagot kínál, ám ehhez nem jár annyi és olyan friss játékok, mint az asztali gépes Origin Access-hez. Az EA Access július 24-én PS4-re is érkezik hasonló feltételekkel, mint az Xbox konzolok esetében. Az Origin és EA Access-t elsősorban az Electronic Arts alá tartozó stúdiók, így a BioWare és a DICE játékai miatt érdemes megfontolni, de azért egy-két külsős cím is megfordul náluk, valamint Originen egy rakás PC-s Star Wars játék is hozzáférhetünk. A Ubisoft az idei E3-on jelentette be, hogy beszállnak az előfizetéses bizniszbe. A Uplay Plus szeptemberben érkezik PC-s játékokkal. Lényegében arról van szó, hogy havidíjért cserébe fel lehet majd oldani a Uplay teljes kínálatát, ami szinte kizárólag a francia kiadó játékait jelenti. 15 euró talán kicsit soknak tűnhet érte, ám igazi klasszikusokhoz, mint a Prince of Persia Classic, a Rayman Legends vagy a Splinter Cell Blacklisthez is hozzáférést biztosít, és az sem hangzik rosszul, hogy megjelenéskor egyből nyúzhatjuk majd vele a Ghost Recon Breakpointot, a Rainbow Six Quarantine-t és a Watch Dogs Legion-t is. 2020-tól a Google Stadia-n keresztül is elérhető lesz a Uplay Plus, igaz, ez azt jelenti, hogy így egyszerre mind a két szolgáltatásért fizetni kell majd. Ti mit gondoltok a havidíjas szolgáltatásokról? Van olyan, amelyikre szerintetek megéri befizetni? És ha igen, akkor miért és mennyi időre? Írjátok meg komment formájában. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.